Lakossági fórumot tartott tegnap este dr. Csáky András polgármester. Erről is lesz szó bővebben mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Alsó tagozatosokat tanító pedagógusoknak tartottak szakmai konferenciát. A Lőrinc testvérek lepték ma meg a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola diákjait. És több távon is megmérettették magukat a résztvevők a Kocséri Kutyakaparó Futófesztiválon. A Városi Televízió keddi híradóját látják. Jó estét kívánok! Miután minden a hosszú távú optimális működtetéshez szükséges igényt is beleépítettek, elkészült az épülő sportcsarnok kiviteli terve. Ez alapján azonban az is kiderült, még 3 milliárd forintra van szükség ahhoz, hogy elkészülhessen a beruházás. Erről is beszélt tegnap este tartott lakossági fórumán dr. Csáky András polgármester. Az épülő sportcsarnok kiviteli terve folyamatosan változott az elmúlt időszakban, hiszen igyekeztek minden olyan elemet beépíteni abba, ami a hosszú távú működtetést optimalizálja. A változtatások kiegészítése eredményeként megszületett a végleges terv is, ezzel együtt pedig a beruházás teljes költsége is látható már, mondta el tegnap tartott lakossági fórumán a város polgármestere. A kiviteli tervek alapján lehetett megállapítani, hogy mi az a végső összeg, amennyibe a beruházás kerül. Ebből kiderült sajnos, hogy még 3 milliárd forint szükséges a csarnok befejezéséhez. Azért mielőtt mindenki a szívéhez kapta, azt mondom, hogy ennek a 27%-a rögtön visszamegy a költségvetésbe, hiszen a két sportegyesület, amelyik a lebonyolítást végzi, az nem áfakörös, tehát nem tudják visszaigényelni az áfát, de így is az a bő 2 milliárd forint azért az nem kevés. A TAO elszámolásokban, finanszírozásban pedig várhatóan változás lesz. Lehetséges, hogy egy változó uniós szabályozás miatt nem lesz lehetőség TAO források felhasználására. Most igyekeznek még másik sportegyesületet is bevonni a beruházásba, illetve minden olyan lehetőséget feltárni, ami biztosítja, hogy jövő év végéig elkészülhessen a csarnok. Ez a végső határidő. Hisz az a támogatói szerződést, amivel a kormánytól kaptunk 500 millió forintot, illetve kapott a két sportegyesület, az úgy szól, hogyha jövő év végéig nem fejezzük be, akkor ezt az 500 millió forintot vissza kell fizetnünk. Lényegében ezeket a pénzeket átadtuk már a sportegyesületeknek, mert ez az ön része a beruházásnak, de én optimista vagyok, megmondom őszintén, és hát mindenkit kérek, akinek kapcsolatrendszere van, akkor azt segítsen nekünk, hogy ezt a hiányzó összeget megkapjuk. A sportcsarnok mellett természetesen a múlt hét szerdán tartott képviselőtestületi ülésről, annak döntéseiről is beszámolt lakossági fórumán dr. Csáky András. Egyéni felzárkóztatás, páros oktatás és a szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás, többek között ezekkel lehet pótolni azoknak a kisdiákoknak a lemaradását, akik a pandémia alatt nem tudtak kellőképpen haladni a tanulással. Erről is szó esett a Ceglédi Tankerületi Központ által szervezett szakmai konferencián. Pedagógusokkal, intézményvezetőkkel telt meg a református gyülekezeti ház. A Ceglédi Tankerületi Központ az alsó tagozaton tanítókat hívta találkozóra. A konferencia fő témája a diákok járvány miatti lemaradásának pótlása volt. Nagyon nagy hála van bennem azzal kapcsolatban, hogy ilyen gyorsan meg tudtuk szervezni ezt a szakmai napot. Az ügy is fontos, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy egyetlen szóra Hajnal Gabriella elnökasszony az ügy mellé állt. Hajnal Gabriella a Klebersberg központ irányítása mellett gyakorló pedagógus, így jól tudja, hogy a pandémia miatt lemaradt diákok felzárkóztatásával foglalkozni kell. A járvány miatt a kisdiákoknak volt a legnehezebb dolguk. Az írás, olvasás és számolás alapos elsajátítása kulcskérdés egész későbbi életükre nézve. A pedagógusok mindent megtettek, hogy a digitális oktatással is át tudják adni az ismereteket, de ez az elmaradottabb térségekben, a nehéz szociális helyzetben élő családoknál nem volt könnyű feladat. Az elkövetkező hetekben, hónapokban fel kell mérni, hogy kik azok a kisdiákok, akiknek szükségük van a felzárkóztatásra.
Erre nyilván többféle módszer van, én erről fogok egy kicsit beszélni, hogy párosoktatás, egyéni felzárkóztatás, szülőkkel való kapcsolatja talán jobban kiépítése, jobban odafigyelése, akár szociálisan, akár mentálhigiéniásan, akár egészségileg, mert ugye nagyon sok esetben lehet egy olyan helyzetben a kisgyerek, hogy nagyon frusztrált lesz. Tehát, hogy a többiek esetleg többet tudnak, ő kevesebbet tud, akkor ezt hogyan vegyük észre. Azt hiszem, hogy ez most az a kulcspont, és ez az a kulcs dolog, amiben a kollégáknak nagyobb erőfeszítés kell, és egyfajta kreativitás is, és egyfajta másfajta odafigyelés is, mint eddig. Hajnal Gabriella arról is beszélt, nem elvetendő gondolat, hogy azok a most második, harmadik osztályos kisdiákok, akik a járvány miatt minden erőfeszítés ellenére sem tudták tartani a tempót a tananyaggal, évet ismételjenek. Én nem véletlenül mondtam azt, éppen egy Magyar Nemzet cikkben, hogy ha az első másodikosoknak évet kell ismételni, akkor ezt most tegyék meg, hogy ne legyen nagy a lemaradás, és ezt ne nevezzük bukásnak. Hát egy teljesen más helyzetben vagyunk. De az meg egy nagyon rossz üzenet, hogy nem ismételnek évet, és 5., 6., 7., 8.-ban meg már azt látjuk, hogy annyira lemaradtak, és olyan kudarcra vannak ítélve, ami nagyon-nagyon nagy baj lenne minden szempontból. A magyar pedagógusok kiválóak, lelkiismeretesek és felkészültek, amiért óriási köszönet jár, tette hozzá az elnök. Különleges élményben volt ma részük a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola diákjainak, ugyanis a Lőrinc testvérek látogatták meg őket. Az egyik osztály a város új sportprogramjának részeként éppen a birkózással ismerkedett, ezért látogattak az olimpikonok az intézménybe. De nem csak egy osztály, szinte az egész iskola láthatta őket az udvaron. Kérdezhettek tőlük és aláírást is kérhettek. Lőrinc Tamás és Lőrinc Viktor. Hatalmas örömmel fogadták a Lőrinc testvéreket a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában. Az udvarra több száz gyerek csődült ki, hogy találkozhassanak az olimpiai bajnokokkal. Az igazgatóság Janikó is köszöntötte őket. Ők is ezek közé a falak közé jártak. Azokban a padokban ültek, amelyeket most ti koptattok. És elárulom nektek, hogy őnekik is voltak beírásaik, mint itt jó néhányatoknak. Eleven fiúk voltak, de a kitartásuk és a szorgalmuk bizonyán világhírűvé tette őket. Nekik köszönhetően megtudták még Japánba is azt, hogy hol van Cebdét. Nekik köszönhetően ti is eljuthattok akár egy ilyen csúcsra, hiszen ők igazán hősök. A fiatalok nagy ámulattal figyelték, hogy milyen történeteket mesélnek az olimpikonok, hiszen egykor ők is az intézmény diákjai voltak. A Lőrinc testvéreket arra a rendhagyó testnevelés órára hívták, amelyen a gyerekek éppen a birkózással ismerkedhettek a város új sportrendszerének keretében. Lőrinc Tamás úgy fogalmazott. Mindig jó érzéssel tér vissza az iskolába. Mindig nagyon jó érzés, én régebben sűrűbben eljöttem, de most tényleg már nagyon rég nem voltam, úgyhogy ahogy beléptem az udvarra, egyből elkapott a régi érzés. Pont az egyik testnevelő tanárom tesi órát tartott, úgyhogy minden bevillant, hogy mi régen ugyanúgy futottunk körbe, mint ők, úgyhogy hát nagyon jó visszatérni, én nagyon szerettem ide járni. Úgyhogy nagyon jó emlékeim vannak ebből az iskolából. A Lőrinc testvérek nagyon jó ötletnek tartják a város új sportprogramját, hiszen így a fiatalok megismerkedhetnek a különböző sportágakkal. Személy szerint nagyon örülök ennek, ugyanis jó azt látni, hogy egyre többen sportolnak az iskolákban, de számomra az még nagyobb öröm volt, amikor beléptem ide a terembe, hogy ezen belül is birkozás oktatás volt. Én úgy gondolom, hogy ez minden gyermeknek egy nagyon jó alap a testvérés fejlődésében, és arról pedig nem beszélve, hogy nekünk ez a régi iskolánk, úgyhogy egy valóban olyan élmények és emlékekkel jöttem be, hogy jó volt ezt látni, és nagyon örülök neki, hogy ez a kezdeményezés elindult, és azt szeretném, hogy ez jó sokáig kitartson. A gyerekek nagyon élvezték a testnevelés órát, és azt is, hogy igazi példaképekkel találkozhattak. Mit szóltál, hogy jöttek most a Lőrinc testvérek? Hát én igazából nagyon örültem. A 4. órában majd, ami most lesz, majd ugye ott majd viszek ki lapot, mert kérek aláírást. Hát igazából nagyon meglepődtem, hogy jöttek, és igazából ennyi. Sportolsz valamit? Hát apával szoktam kijárni úszni. És hogy tetszett a birkózás?
Nekem nagyon tetszett, lehet, hogy fogok járni, nem tudom, még eldöntöm. A fiatalok számára mindig fontos a példamutatás, a jó példaképek megtalálása, ezért is jó, hogy ellátogattak az iskolába a Lőrinc testvérek, mondta az igazgató Sági Anikó. 2703-an vettek részt Abony főterén, abban a rekord kísérletben, amelyben általános és középiskolások, szülők és nagyszülők közösen énekelték a Sej Nagy Abonyban. Csak két torony látszik kezdetű népdalt. A közös énekléssel az egy időben egy helyen énekelt dal kategóriájában új rekordot állított fel a város. A 1871-ben jelent meg nyomtatásban annak a népdalnak a szövege, melyet szombat délután Abony főterén több mint 2700-an énekeltek együtt. Az önkormányzat nagyszabású rendezvényén az Abonyi Fúvolzenekar kísérte az énekeseket. A zenekar lesz a zenei háttér, lesz egy előénekesünk is majd, Terék József személyében, aki a dal történetét is bemutatja majd egy pár percben a jelenlévőknek, és tárogatón el is játsza majd a közönségnek. A program főszervezője Csányi Sándor, aki az egyik Abonyi Népdal körvezetője. Munkája során találkozott olyan feljegyzésekkel, amelyek megkérdőjelezték a város és a dal kapcsolatát. Összeakadtam Terék Józseffel, aki fölnyitotta, aki népdalokat gyűjtött itt Abonyban, és meg is fog jelenni majd egy könyv erről, egy dalos könyv, és mondta, hogy ez a dal a miénk. Ugyanis 1871-ben ugye ez gyűjtésre került, a Kisfaludy Társaság gyűjtötte ezt össze, illetve adta ki ezt a dalt. Kodály Zoltán megerősítette, én pedig úgy gondoltam, hogy ha már itt 150. évfordulóról beszélünk, akkor adjunk ennek egy országos nyilvánosságot. Terék József tárogató művész a Városháza erkélyén játszotta el a dallamot, majd pedig beszédében megerősítette, hogy a népdal szövegét Abonyi Lajos író jegyezte le, a dallamot pedig Kodály Zoltán gyűjtötte Pozsony vármegyében. Végérvényesen helyére kerül egy régóta nem, illetve csak részben tisztázott tény, mely szerint a híres Sej Nagyabonyban csak két torony látszik, kezdetű népdal, igenis Abonyhoz kötődő, félig abonyi eredetű népdal. Ennek megerősítéséül számos kutatást végeztem, és megkérdőjelezhetetlen megerősítést kaptam a korábbi dokumentációk vizsgálatát követően, hogy a most előadásra kerülő helyi érték, melyet az imént tárogató magam is megszólaltattam, Abony kulturális örökségének mindenkori része, melyet maga Kodály Zoltán erősített meg Abony városa számára írt, ismeretlen év október 18-án Budapesten keltezett levelében. A főtéren délután 5 órakor az abonyi óvodások, általános iskolások és gimnazisták, valamint tanáraik, szüleik és nagyszüleik, a városban működő kulturális egyesületek, az önkormányzat dolgozói és a város énekelni szerető lakosai a fúvolzenekar karmesterének intésére egyszerre énekelték azt a népdalt, amely immár végleg összefonódott a város nevével, emellett pedig az eddigi rekordot is sikerült megdönteni. A Táplán Szent Keresztihez képest önök itt, Abonyban, a mai napon elénekelték ezt a dalt. Szám szerint 2703 fő. A fúvolzenekar tagjaként részt vett a rekordkísérletben Csizmadé Réka is, aki a Ceglédi Gimnázium diákja. Én a zenekarba játszottam, szóval eléggé főszerepet töltöttünk benne, mivel mi adtuk alapból így az alapot, és hát elég gyorsan jött ez az ötlet, és nekem hirtelen kellett megtanulni az egész szólamot, sőt én oboát játszottam fubalistaként, úgyhogy kicsit próbára tett, de én nagyon élveztem. A közös éneklés után este 6 órától a Tarkatéri piac és termelői vásár várta az érdeklődőket. Startpisztoly helyett ágyúdörrenésre indult a rajta hétvégi kutyakaparó futófesztiválon. A versenyre 29 településről érkezett nevezés, a legfiatalabb alig 10, a legidősebb versenyző pedig 70 év feletti volt. A résztvevők a hagyománynak megfelelően 1848 méteren, 5545 méteren, a legkitartóbbak pedig 10 kilométeren indulhattak.
Hetedik alkalommal indult el a rajt a Kocséri Kutyakaparó csárda elől a hétvégi futófesztiválon. A rendezvényt évekkel ezelőtt Petőfi verse ihlette, aki 1847-ben írt a csárdáról. Ahogyan az Gévai Imre, a program főszervezője kiemelte, a rendezvény célja, hogy összekapcsolja az egészséges életmódot az irodalommal és a nemzeti érzéssel. A versenyt évekkel ezelőtt még csak a kocséri kisiskolásoknak szervezték. Az első két évben csak 40-50 kocsiri gyerekkel futottunk együtt, akkor még jó magunk is kocogtunk is. Aztán kiszélesedett ez a rendezvény, most már a térségből jönnek 200-250 résztvevővel. Most egy kicsit szerényebb lett, nyilván ez részben a Covid miatt is betudható, de egy 150 ember 29 településről gyülekezik itt most épp ezekben a percekben. Gévai Imre arra is rámutatott, a fesztivál központjában a futás mellett a baráti kapcsolatok ápolása áll, hiszen évek óta a visszajáró versenyzőik is vannak. A rajtot a 48-as hagyományoknak megfelelően ágyúszóval indították. Az ágyút Földi László országgyűlési képviselő sütötte el, a Gábor Áron iskola fiatal tüzérei segítségével. A verseny klasszikusan március 15-e környékén rendeztük meg, ez is akkor változott meg, amikor a Covid ugye 2020 márciusában szétdúrta az életünket. A futóverseny előtt szakszerű bemelegítésen vettek részt a versenyzők, amelyet Szekeres Viktória edző irányított. Kicsik is, nagyok is részt vesznek a versenyen, úgyhogy a bemelegítést is ennek megfelelően állítottuk össze, hogy lekövethető legyen, de mégis egy picit a pulzus számot már elkezdjük fölemelni a futás előtt. Az edző elmondta, nincs alkalomhoz kötve, hogy ki mikor kezd el edzeni, vagy éppen futni. A lényeg a mozgás, az egészséges életmód. Mindenképp mindenkinek ajánlom a futást is, és minden más jellegű mozgást is, egészségünk megőrzése érdekében, illetve ez a Kutyakaparó Futófesztivál egy nagyon jó lehetőség annak, aki most szeretne elkezdeni, kicsit próbára tenni magát, mert itt vannak kisebb távok, középtávok, és van egészen hosszú táv is. A mezőny 1848 méteren, 5545 méteren, a legkitartóbbak pedig 10 kilométeren indulhattak. A versenyzőket egyedi készítésű agyagéremmel jutalmazták. Új üzemcsarnokkal bővült a Tápió Szőlősi Ferzol lemez megmunkáló Kft. Szolnoki telephelye. A 2 milliárd forintos beruházás az exportra szánt termékpaletta bővülése mellett új munkahelyeket is teremt, hangzott el a csarnok ünnepélyes átadásán. A beruházáshoz a cég 996 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program pályázatán. Családi vállalkozásként indult, ma már a világ és Európa több országába is szállít. A Ferzol lemez megmunkáló Kft. 30 év alatt vált garázsműhelyből 4 telephelyen rendelkező, 700 munkatársat foglalkoztató céggé. A több mint 2 milliárd forintból felépült üzemcsarnokuk átadásán a cég tulajdonosa hangsúlyozta, nem csak a technológiai fejlesztés, a munkatársak szakmai képzése is hozzájárult a cég fejlődéséhez. A beruházás bizonyítja, hogy a magyar gazdaság fejlődik, mondta Rákosi Balázs, az Európai Uniós források elosztásáért felelős államtitkár. Magyarország kormánya a kezdetektől fogva elkötelezett a gazdaság fejlesztése és versenyképességének emelése mellett. Ezen az elven a járvány időszaka sem változtatott. Sőt, a korábbi válságok egyik fontos tanulsága volt az, hogy a növekedés ösztönzése, vagyis a beruházásokhoz nyújtott támogatások segítik igazán a kilábalását egy országnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy folytatjuk azt a gazdaságpolitikát, amely támogatja a családokat, munkahelyeket teremt, tovább csökkenti az adókat, és ösztönzi a további beruházásokat. Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő kiemelte, hazánkban a gazdasági növekedés mértéke eléri az 5,5%-ot, és a rendszerváltás óta soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most. Szalai Ferenc polgármester Szolnok erősödő gazdaságáról számolt be. Egy 124 hektáros ipari parkot hozott létre Szolnok város, az hál' Istennek a mai időszakra megtelt. A mai időszakban mondhatjuk, hogy a logisztikai lehetőségeink is jelentősen bővültek, hiszen megérkezett ide egy négysávos út, az M4-es út, haladt tovább,
egy szolnoki elkerülő utat is, egy körgyűrűt hoz majd létre, elér Törökszent Miklósig, aztán elér majd az ország határig. Nagyon közel került így a Ferihegyi Liszt Ferenc repülőtér. Szolnok város újra elkezdett felértékelődni az ország, mondhatom, fél Európa számára. A Ferzol nem csak egy hatalmas csarnokot épített. A megvásárolt élhajlító, lyukasztó és lézervágó gépei korszerűek, prémium kategóriásak, melyek a gyártás optimalizálásával a cég hatékonyságát növelik. Maradjanak velünk, híradónk után közérdekű című műsorunkat láthatják, benne vendégünk dr. Csáki András polgármester. Ezek voltak legfrissebb híreink, híradóval legközelebb holnap várjuk Önöket, viszontlátásra!